Aki volt már szerelmes, az újra és újra át akarja élni ezt az érzést. A szerelem olyan, mint egy drog, csak hogy nem tudod beszerezni a fekete piacon, de még az állam sem biztosítja. A jó hírem az, hogy van egy ehhez hasonlatos és talán sokkal jobb érzés, amit te magad is elő tudsz állítani, és ha más adja neked, akkor hatalmas élmény benne úszkálni. Ez a szeretet. Járjuk körül röviden a két érzelem közötti különbséget érzelmek nélkül, és keressünk válaszokat arra a kérdésre, hogyan tudunk jól szeretni. Mondom, ami eszembe jut. Ha ez hasznos a számodra, iratkozz fel a csatornámra, hogy a következő videó is az legyen. A szerelem témakörével végtelen számú mű foglalkozik az irodalomtól a zenén át a festészetig, számtalan formában bemutatva ennek az érzelemnek az igen széles skáláját, a nyálcsorgató eufóriától egészen a pokol legmélyebb bugyráig. Mert hogy az igazán profi szerelmesek megélték már az összes szélsőséget is, aki meg nem, az vagy szerencsés, vagy egyszerűen amatőr. A szerelem a legváratlanabb pillanatokban képes a hátunkra ugrani és egyetlen mozdulattal leteríteni, majd a föld felett minimum 10 cm-rel lebegtetni testünket és lelkünket. Rosszabb esetben a szerelmünk alanyát nem nyilaszta le ámor, ekkor ha tetszik, ha nem, jegyet váltottunk a pokol felé rohanó Intercity-re. Szerencsés esetben mindketten lebegünk, szerelmesünk tökéletes, minden hibától mentes, gyönyörű, erős és bátor. Igaz, hogy nincs munkája és bankrablásért körözik, de kit érdekel? Benne megtaláltuk a boldogságot, amely örökké tart. Ismerünk persze nagyon sok rossz párkapcsolatot, de bizonyára azok nem is igaziak, mert velünk soha nem fog megtörténni, hogy elromlik, mert nincs minek elromlania. Házasodjunk össze, most azonnal! Popper Péter mesélte az egyik előadása alkalmával, hogy Delhiben egy indiai professzorral beszélgetett arról, hogy vajon miért tartanak tovább az indiai házasságok, mint az európaiak. Az indiai professzor világlátott ember volt, jól ismerte mind a két kultúrát. Úgy látta, hogy az indiai házasságok semmivel nem jobbak, mint az európaiak, azonban van két fontos különbség. Az egyik az, hogy a távol-keleten karmikusnak tartják két ember találkozását. Ha nem annyira jó a kapcsolat, akkor is megmaradnak egymás mellett, hogy a következő életükben már ne kelljen találkozni. A másik, talán a legfontosabb különbség, hogy az európai házasságok szerelemmel indulnak, és onnan már csak lefelé vezet az út. Az indiai házasságok pedig gyakran úgy köttetnek, hogy nem is ismerik egymást a felek, hanem mindenféle bölcs emberek, mindenféle bölcs módszerekkel megállapítják, hogy ők lehetnek egy pár. A házasságkötés után pedig felfelé vezet ez az érzelmi út, és akár lehet belőle szerelem is. Érdekesnek találom ezt a gondolatot azonban az, hogy az európai házasságok megkötése után már csak lefelé vezet az út, nem törvényszerű, sőt. Azt persze a kutatásokból tudjuk, hogy a szerelemért felelős hormonok, például a dopamin, átlagosan körülbelül 30 hónapig termelődnek, de ha jól csináljuk, akkor a szeretett hormonnak is nevezett oxitocin bármeddig képes termelődni. Mielőtt megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezt elérni, hasonlítsuk össze a szerelem és a szeretet érzését. Scott Peck pszichiáter és Dorothy Tenov kutatásaik során megállapították, hogy két teljesen különböző dologról van szó, vagyis a szerelem soha nem szeretet. Először is a szerelem nem akaratlagos, vagyis nem tudunk úgy dönteni, hogy én most szerelmes leszek. Másodszor a szerelem minden racionalitás nélkülöz, képesek vagyunk mindenféle erőfeszítés nélkül olyan dolgokat is megtenni vagy bevállalni, amit szerelem nélkül valószínűleg soha nem tennénk meg. Harmadszor pedig a szerelem azt az érzést kelti bennünk, hogy megérkeztünk. Sem nekünk, sem a szeretett személynek nincs szüksége további fejlődésre. Ezzel szemben a szeretet állapotának elérése a saját döntéseink sorozata. Hajlandó vagyok a saját igényeimről is lemondani, vagy azokat átszabni, ha azzal a társamnak örömet okozok, vagy bármilyen módon a hasznára válik. Folyamatosan azt tartom szem előtt, hogy hogyan tudom segíteni őt a fejlődésben. Ha tehát a szerelmi mámor elmúltával a kapcsolatunkat nem kezdjük el a szeretetnek megfelelően alakítani, azt hihetjük, hogy kiüresedett a kapcsolat, már nincs mit mondanunk egymásnak, jobb, ha véget vetünk ennek az egésznek. Hirtelen szembe jön velünk a valóság, észreveszünk, hogy a kedvesünk már a földön jár, ráadásul csoszog, reggel kócos a haja, megfogalmazza az igényeit,
és nem hajtja le a WC deszkát. Valójában ekkor nem vége van a párkapcsolatnak, hanem csak most kezdődik. A szerelem eufóriája kétségtelenül csodálatos érzés, megtapasztaljuk a szeretni és szeretve lenni mámorát, de ez csak egy előjáték a jó kapcsolathoz. Ha racionálisan nézzük, ez csak arra jó, hogy minél közelebb kerüljünk a másikhoz, megismerjük testileg és lelkileg, majd a megszállottság elmúltával tudatosan dolgozunk azon, hogy ő legyen a párom. A keleti filozófiák szerint a szeretet nem más, mint az én megszűnése egy egység élmény érdekében. A nyugati gondolkodásmód persze azonnal felteszi a racionális kérdést, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Aktívan. Munkát kell beletenni, ahogyan egy kertet is gondozni kell, hogy szép és hasznos legyen, minden egyes növényt a saját tulajdonságának megfelelően kell gondozni, a paprika palántától nem várhatom el, hogy illatos rózsát teremjen, a muskátli leveleit pedig nem vághatom le bosszúból azért, mert már megint locsolásra van szüksége. Így tehát egy párkapcsolatban is az a legfontosabb, hogy valóban őt akarjam megismerni, olyannak lássam és fogadjam el, amilyen ő maga, és ne akarjam olyanná faragni, amilyet én szeretnék látni, ami az én igényeimet szolgálja. Ez széntiszta önzés lenne. Ráadásul óriási csapdát rejt magában, mert hogyha mindenféle trükkökkel az akarata ellenére akarom alakítgatni, akkor a végén már nem is az az ember lesz, akibe eredetileg beleszerettem. Na meg aztán elképesztően sok energiát igényel, állandó küzdelem lesz az életünk, minden percben irányítanom kell, hogy tényleg azt csinálja, amit szeretnék, és folyamatosan azon kell aggódnom, nehogy öntudatra ébredjen, mert a végén még elhagy. Ha pedig nem tudom elfogadni olyannak, amilyen, akkor az a legbiztosabb jele annak, hogy ő nem a párom. Ekkor sincs semmi baj, a párkeresés a párom keresését jelenti, így felesleges erőlködni, érdemes inkább békességben elköszönni egymástól. Fontos lefektetni azt az alapelvet is, és ezt megbeszélni mindjárt az elején, hogy bármit teszek vagy mondok, soha nem áll szándékomban bántani. Az emberi kapcsolatokban, így a párkapcsolatokban is számtalanszor előfordul, hogy teszünk vagy mondunk olyat, amit a másik félreérthet és rosszul eshet neki. Az sem mindig lehetséges, hogy ezeket ott és azonnal helyben megbeszéljük, mert nincs rá idő, vagy kedvünk, vagy energiánk rá, hogy állandóan visszakérdezzünk. Éppen ezért fontos ez az alapelv, mert hogyha a párunknak hirtelen rosszul esett, amit mondtunk, az első gondolata lehet az, hogy oké, ez nem esett jól, de biztonságban vagyok, mert tudom, hogy a másik nem akart bántani. Így addig is, amíg meg tudjuk beszélni ezt a dolgot, nem teszi tönkre a napomat. De talán a szeretethez a legfontosabb kellék, hogy mindketten szeretve érezzük magunkat. Ez igazi biztonságot ad, erőt, fizikai és lelki egészséget, és azt a csodálatos élményt, amiben a párok mindig is szeretnének úszni. Ebben a videóban a szeretett tankról beszélek, ami ha kiürül, nagyon komoly veszélyben lehet a kapcsolat. Érdemes megnézni a szeretett nyelvekről készült videót is, ami segít abban, hogy hogyan lehet jól szeretni a mindennapokban. Ha feliratkozol a csatornámra, együtt járhatjuk körül a párkapcsolati témák különböző aspektusait. A szerelem nagyon jó. Szeretni egy kicsivel jobb. Ha tetszett a videó és hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, írd meg a véleményed a kommentben, oszd meg, és legyen szép napod!